Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Ahogy látjátok, visszatértem, ahogy ígértem nektek. Még mindig nem vagyok a legjobban, de most már kezdem magam jobban érezni. Néha még kölgök itt-ott, ahogy látjátok, vagy halljátok. De gondoltam, hogy visszatérek, ugye elköltöztünk, jobban érzem magam. Aki nem tudná, ugye elköltöztünk egy új házba. És egy ideig nem volt ide, ugyanis sok mindent el kellett intéznünk, közben megbetegedtem, nem én, az egész család, kivéve a Lucas. Nekem ilyen arcvédgyulladásom is van jelenleg, vagy már megyek ki belőle, nagyon remélem. Egy kicsit még úgy fáj, de nem annyira rossz. És gondoltam, hogy elkezdem a videókat. Tehát, hogyha időnként néha így beköhögök, vagy na mindent, akkor elős elnézést kérek mindenkitől, amit lehet látni még a fejemben, hogy ugye nem a legjobb lehet. Amit nálunk reggel 3:12, most már nem, majdnem dél van, a Lucas elvittük az iskolába, aztán el kellett menni a boltba meg egy pár helyre, vásároltam is valamit, a holnapi videóból majd kiderül, hogy mit, majd később beszélek róla, és ebben a videóban nem más fog csinálni, mint bemutatom nektek a házat, ugye, hogy hogy néz ki, ugyanis rettentően sokan kérdeztétek, hogy mikor mutatom meg a házat, hogy hogy néz ki, hova költöztünk. Ezt a házat amúgy valószínűleg most már láttátok, nem most már láttátok, mielőtt ide beköltöztünk, ugyanis készült róla egy rövid videó, annak idején még mielőtt el nem költöztünk, és úgy döntöttünk, hogy ezt fogjuk ugye kivenni. A mai videóban ezt fogom megtenni, bemutatom nektek. Tehát kezdjük az elején. Ez a ház olyan helyen van, ami egy ilyen kis, a fő utcáról egy ilyen kisebb utca befordul, amit most meg is mutatok nektek ilyen rövid videóban, és készült róla egy felvétel. Ide bejövünk ebbe a kisebb utcába, itt van körülbelül azt hiszem 15 darab ház. És ez a mi házunk itt jobb oldalt, ide betom állítani az autót a garázs elé, vagy a garázsba, és a túloldalt van a fő bejárat, mint most meg is mutatok nektek. Itt van a fő bejárat, várjál, mutatom nektek, hogy hogy néz ki. Úgy néz ki, mint egy bejárat, látod? Itt be lehet jönni, azért hívják bejáratnak, és ilyen szúnyogháló van az ajtón, nem rácsos, tehát még mielőtt valaki kérdezi, hogy mi helyre költöztetek, rácsos az ajtó. Nálunk Ausztráliában 95%-ban minden házon van ilyen rácsos valami a biztosítás miatt. A régi házunkban is volt, kivéve az ezelőtti házunkban ott nem volt, és ott ilyen másfajta ajtó volt fent, de mindenki, az ablakokon ott nincsen rács, de ilyen ajtókon általában mindenhol van rács. Ahogy mondtam, biztosítás, meg hasonló dolgok miatt, még a szúnyogok, mert van rajta ilyen szúnyogháló, hogy ne tudjanak bejönni. Tehát, hogyha ide bejövünk, várjál, kifordítom a kamerát. Ha ide bejövünk, itt van, ugye ott jöttünk be, itt van a nappali, ott van a tévénk, ami egy kicsit furcsa volt az elején. Várjál. Furcsa volt az elején, ugyanis a régi helyen ez a tévé ilyen picinek tűnt. Annak idején ugye vásároltunk egy ilyen nagy 75 incseset, és itt az új helyen ilyen rettentő nagynak tűnik, olyan, mintha moziba ülnél. Először azt hittem, hogy nagyon furcsa lesz, amúgy nem volt furcsa, rettentő gyorsan hozzászoktunk, és várjál, mentünk egy ilyen szőnyeget, hogy ne legyen olyan hideg, ugye ez a kő az egész, tehát itt kő van lerakva, ilyen járólapos kő vagy valami, és valószínűleg télen hideg lesz, amúgy most már kezd hidegedni. Most itt van már, itt van az ősz, ugye nem sokára itt lesz a tél, és éjszakánként ugye kezd hideg lenni, meg napközben is nincs ez a nagyon nagy meleg. Azért van zárva most ez az ajtó, azért nincsenek még kinyitva ugye az ablakok, amúgy még be van húzva minden, és reggel felébredtünk, aztán elvittük ezt az iskolába, elmentünk boltba, és most jöttünk haza, csak gondoltam, hogy gyorsan nekiállok ugye, és filmezek. Itt ki lehet menni az udvarra, amit majd mindjárt meg is teszek, oda került a Hello, szia, szevasz tábla. Látjátok? Így lefelé került oda, ugyanis ebben a házban, hogyha fel szeretnél rakni egy képet, azt mondták, hogy mondjam meg, hogy hova akarom tenni, és mondjam meg, hogy mivel akarom feltenni, hogy nehogy lukokat csinálják ugye mindenhova. Mondtam, hogy nem baj, mert én festővel ki tudom javítani, de szóval úgy döntöttem, hogy ezek a meglévő lukok ugye megvoltak például ott is egy, meg ott is egy, és azért raktam oda. Tehát, hogy ezt eloszi a szervaszos táblát, szerintem így is jól néz ki, nem? De hogy eddig így fektetve volt, de így lefelé szerintem nem rossz. Na minden, itt van az étkezőnk, vettünk új székeket, hogy egy kicsit ilyen világosabb legyen. Még sok minden nincs elrendezve, tehát ott van az a, minek hívják, az a tologató a gyereknek, gyerekkocsi, nem tolókocsi, babakocsi, ja, babakocsi. Jelenleg oda van rakva, ugyanis valószínűleg el fogjuk adni, mert most már nem használjuk olyan sokat, azt mondta a feleségem, most oda van rakva, mert máshol egyelőre nem fér be. A számítógépem ide került ide a bejárat mellé, itt jelenleg itt szerkeztek ugye videókat, meg hasonlókat, amire szerintem rettentő jó, mert hogyha ide leülök, pont látom a tévét is, és mindenki ugye itt van közelbe, azt hogyha megyünk tovább, mutatom. Én bejöttünk a bejárati ajtón, akkor megyünk ide a konyhába,
akkor onnét hátra, ugye hátsó felében vannak a szobák, itt van a garázs, a hüttő, a konyhai kicsit ilyen, azt mondták, hogy nem mutassam nagyon meg, mert még rendetlen, ezt a felét meg szóval így mutatnom. Oda hátra bemegyünk, itt van egy ilyen mosókonyha, meg a WC, ott egy WC, ezt se szabad megmutatni nagyon, ott egy ajtól ki lehet menni, szárító, meg a mosógép, a ruhákkal még, de azt mondták, hogy nem mutogassam nagyon, mert nincsen ápakolva. Ugye a feleségem ilyenkor szólt elpakolni, mikor hazajön, elviszik a Lüköszt iskolába, hogy elviszi, és a Lüköszt most busszal jár iskolába. Jelenleg a feleségem elviszi, vagy én, hogyha nem dolgozok, ma nem dolgozok, ugyanis ma nem dolgozok. Nem azért, mert beteg vagyok, csak ma nem dolgozok. Na, elmegyünk hátra, várj, megmutatom a garást. Felkapcsoljuk a villanyt. A garázs az egy ilyen egyszemélyes garázs, ahol az autó pontosan befér, és ki tudom nyitani az ajtót, mind a két oldalt. Van is sok mindenféle fajta dolog, azért befért minden. Ugye ez egy kisebb ház, ezért sok mindent úgy kellett elrakni, hogy élére, tehát hogy minden beférjen. Várját, mindjárt bejövünk. Azt hittem, hogy válaszol a kérdésekre, hogy miért költöztetek el, meg hasonló kérdésekre. Ha megyünk tovább, itt van a Davisnek a szobája. Mit csinálsz? Tölt? Ja, valamit. Hát mi történt? A Davis rettentően szeret itt játszani, megaludni, ugye? Mi történt? Nézd, visszajött. Ott van neki a PlayStation, itt vannak neki a játékai, jelenleg ott alszik, most már nem velünk alszik, ugye, úgy, mint régen. Rettentően sok Lego, a Davis rettentően szeret legózni. Mi helyzet? Na minden, megyünk tovább. Aztán a Lucasnek a szobája itt van pont mellette, a Lucas ágya. Ott van azok a sok figurája, a DVD-i. Ide ki lehet menni az udvarról, hogy valami milyen kis fogunk menni, megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. Már sok mindent nem lehet látni. Aztán ott van a mi szobánk. Látod? Itt alszok én. És hogyha ide lefekszek, a Davis-re ott pont rá tudok látni, meg a feleségem is, hogyha valami, mondjuk éjszaka van, ugye, vagy valami kell neki. Gondoltuk, hogy ide berakjuk, mert befért volna valóban, látod? Oda vagy oda a kisák, hogy ezt arrébb húztuk volna az ágyat, de úgy döntöttünk, hogy jobb, hogy most megszokja, hogy egy külön alszik, nem olyan messze van tőlünk. A Lucas is amúgy majdnem, hogy itt látjuk, ugye? Ugye felállok. És szerintem jobb, olyan mindenki ugye együtt van, tehát a másik ház ilyen nagy volt, mindenki szétszórt volt, mármint a Lucas ugye a másik felébe, itt ott, és ez olyan, nem tudom, olyan jobb érzésű, nem tudom, hogy mondják, ház, nem tudom, hogy mindenki egyben van, ugye az egész család, és mindenkire rálátok, meg a feleségem is. Ha ide bejövünk, ugye a mi szobánkból itt van a fürdőszoba, a fürdőkád, a zuhanyozó, egy másik WC, vagy én a tükörbe, hogyha belenézek, és egy ilyen villany, ami nem villany, hanem ki lehet látni a tetőn. Amikor sem lehet látni a fény miatt, de látod nagyjából. Tehát ott van az az elszívó, és egy ilyen fény jön, hogy ne kelljen ugye villanyt kapcsolni mindig. Úgyhogy megyünk tovább. Végül is ilyen a ház. Felhúzom most a cipőmet, és megmutatom nektek kívülről is. Mármint az udvart, bár mutattam már az udvart nektek. Annak idején azt hiszem, hogy kimentünk, nem? Na minden, megmutatom. Tehát itt kimegyünk. Eljövünk hátra. És itt az udvarunk, elég nagy udvar, úgyhogy lehet rohangálni, a Davis tud rohangálni, meg a Lucas is tud játszani. Látod, ilyen szép nagy, oda raktuk a kajakokat egyelőre, egy pár ilyen munkás dolgot. Ott kimegyünk, ott van egy ilyen úszómedence, ahol ki lehet ülni, egy ilyen közös úszómedence, ahol még jelenleg nem voltunk lent, csak múltkor egyszer megnéztük, de az időjárás miatt ugye most nem fogunk nagyon úszni. Van ilyen szép pálmás növényzetünk, ott, látod? Na, belesüt a szemembe a nap. Na mindegy, végülis az udvar az ennyi. Úgyhogy várjál, visszamegyünk, vagy a bejárat elől. Szóval! Ez a házunk nagyjából körülbelül, a videók ezentúl itt fognak ugye készülni, és gyors kérdésekre válaszolok még, mielőtt ugye megkérdezitek, hogy miért költöztök ilyen sokat. Azért, mert mindig valami gond van a házzal, ami nekem nem tetszik, tehát a régi házban sok gond volt a szőnyege, rettentő sok gond volt. Ugye nekem az orrom
Azért most is arcfüle gyulladást, ugyanis mikor megnáthásodok, vagy valami allergiás vagyok sok ilyen dologra, ami bent van mondjuk a szőnyegbe, és abban a szőnyegben rettentő sok olyan dolog volt, ami nem volt a legjobb, ugyanis nagyon sokszor ugye fájt itt az arcüregem, a fejem, meg hasonló dolgok. A másikok, amiért elköltöztünk onnét, nem az, hogy a fő oka, de egyik jelentős oka, a Lukasz ugye középiskolába ide szeretne menni, ami itt van tőlünk nem olyan messze, és hogy ott a régi helyen lakunk, onnét ide nem tudott volna jönni, ugyanis nem vették volna be. Nálunk a középiskola úgy van, hogy amelyikhez közelebb laksz, oda tudsz menni. Ez a középiskola, jó a neve, a Lukasz mindenképp oda szeretett volna menni, még van egy pár, két évünk, azt hiszem, vagy hány évünk, három, mire a Lukasz ugye elmegy a középiskolába, de ebből a házból, ebből a helyről oda fog tudni majd menni, és rettentően örült a Lukasz ennek. Aztán a másik, hogy miért. Ugyanis nem kell mutatni, de azért oda megyek. Itt, ezen a helyen, képzeld el, nem kell fizetnünk a vízért. Tehát annyit zuhanyozunk, annyit mosogatunk, annyit csinálunk, amit akarunk, és a víz ingyenes, nincs ebb, ezért ugye nem kell fizetni. A másik jó dolog, nem kell fizetni, a fűnyírásért ezt tartalmazza az ár, tehát ingyen lenyírják nekünk, nem ingyen, mert ugye benne van az a bérletbe, az albérletbe. A fűnyírás, a kertnek a rendberakása. A másik meg, hogy ez a ház jóval olcsóbb, mint a régi házunk, ugye, ahol laktunk. Igaz, hogy ugye kisebb is nincsen a vízen, de jóval olcsóbb. És tehát nagyon sok olyan ok van, ami ezért szerintem jobb. Az elrendezése is, meg hasonló dolgok. Ezért gondoltuk, hogy ide költözünk. A szomszédok... itt egy ilyen öreg néni lakik, ottan kettő ilyen, nem az, hogy öreg, ilyen idő, nem öreg, idősebb, nem idősebb, ilyen 50 valahány év körüli ember, aki ugye eljár dolgozni, vannak itt hátul is szomszédok, egyszer-kétszer hallani őket, hogy beszélgetnek, ugye, ilyen nagyon csendes ez a hely, és hogyha valaki kimegy éjszaka, ugye este beszélgetni, akkor lehet ugye hallani. Ugyanúgy, mint a másiken is lehetett hallani, ez az egyetlen dolog, ami néha engem zavar, ugye sokszor kimennek, és például mutatom neked, ott beszélgetnek. Ott szembe, ott a túloldal, végül is a kerítésnél. Nem tudom, engem minden ilyen dolog zavar, ugye, aki régóta nézi a videókat. Tehát mindegy, hogy hova költözök, szerintem ilyen mindenhol lesz. Ami jó az egészben, hogy nem lehet zenét hallgatni, ilyen bum-bum zenét, ugyanis meg van tiltva, hallgathatsz, csak lehet, hogy kidobnak. És azt mondták, ugye azért csöndbe kell maradni, kell gondolni a másik ugye emberre is. Ez tetszik ugye az egészben, tehát próbálják azért... megválogatni az embereket. Tehát azt mondták, hogy ide, mikor mi jelentkeztünk mellettünk, másik emberek is jelentkeztek, rettentő régóta volt kiadó ez a ház, de nem vették be őket, ugyanis úgy döntöttek, hogy mi normálisabbnak nézünk ki, mint azok az emberek. Tehát úgy mondjam, inkább megválogatják, hogy kit vesznek ide be, meg kit nem. Ez nem azt jelenti, hogy ugye azok az emberek nem hangosak, biztos, hogy mi is hangosak vagyunk, lehet, hogy a szomszédnak hangosak vagyunk, mert ugye a gyerekek játszanak, üvöltöznek napközben, de nem olyan hely, hogy ahova be lehet jönni, és ugye sok olyan helyen laktunk, ahol éjszakánként az emberek elkezdtek inni, parti volt, buli volt, és ugye másikat zavarja. Ezen a helyen ilyet nem lehet. Úgyhogy ez tetszik az egészbe. De hát, azt hiszem, hogy a mai videót én itt most itt lassan befejezem, és az egész házat megmutattam, annyit beszéltem, hogy most már kérdően mondom, hanem, hogy kezd fájni a fejem megint. A Davis játszik, nem sokára elmegy egyet aludni. Ugye, Nyuszi? Mivel játszunk? A Lego PlayStation-nel. Ezzel a márgalassal. Mi? Mi csinálsz? Te annyira be tud néha merülni ebbe a játékba, mi? Hogy rettentően szeret legozni a Davis. Látod, mennyi legója van? De. Na minden. Úgyhogy én most elmegyek, iszok egyet, és nekiállok a holnapi videónak, ugyanis vásároltam valamit, majd el is mondom, hogy mit, majd lehet, hogy nem mondom el, hogy a holnapi videóból kiderült. Na minden. Úgyhogy mára ennyit, remélem, hogy élveztétek ezt a mai videót, ha nem is volt olyan túl hosszú, remélem, hogy sikerült megmutatni egy pár dolgot, hogy valakinek valami kérdése, nyugodtan kérdezzetek, próbáltam elmondani, ugye általában ez a gyakori kérdés, hogy miért költöztetek el? Meg hasonlók, de próbáltam rá válaszolni, valakinek van valami kérdése, ide a videóra írjátok meg, és próbálok majd válaszolni. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, azt szoktam mondani. Sziasztok!